Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jelentős megtakarítás. Vasárnap átadták az Erkel Ferenc gimnázium felújított kollégiumát. Békés megye értékei. 70 kézműves és termelő kínálta portékáját az idei megyenapon. 30 első osztályos. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a magvető iskola tanévnyitója. Figyelem a szakmának. 11 csapat részvételével rendeztek sírású versenyt Gyulán. Szervezetten működtek. Embercsempészés miatt rendelték el 3 férfi előzetes letartóztatását. A vasárnap délután átadták az Erkel Ferenc gimnázium felújított kollégiumát. Az épületben végzett energetikai beruházásnak köszönhetően a kollégium fenntartási költségei akár 80%-kal is csökkenhetnek. Ez a nap híre. A most felújított épületbe a 70-es évek elején költözhettek az akkori kollégista diákok. Azóta generális felújítás nem történt az épületben. A 70-es évek elején nyílt meg, azóta nagyobb volumenű felújítás nem történt az Erkel gimnázium kollégiumában, mondta vasárnap délután Teleki Szávai Krisztina tankerületi igazgató. A napokban befejeződött 135 millió forintos korszerűsítés több fő részből állt. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt, kiépítették a napelemes rendszert. Mindezek eredményeként az épület üzemeltetési költsége több mint 80%-kal csökkenhet. A diákokat mindezeken túl felújított belső terek és új ágyak várták. Bantara Gyula megyei fejlesztési biztos hangsúlyozta, Gyula odafigyel az ott tanuló fiatalokra, de a megye több pontján is korszerűsítenek kollégiumokat. 5 ilyen intézmény újul meg a megyében, ezzel együtt a mai napon még Békés Csabán is átadunk egy intézményt, 2 Gyulán, 2 Békés Csabán, 1 pedig Orosházán. Körülbelül 700 millió forint, borzasztó nagy összegnek hangzik, de annyi is. 700 millió forintba kerül a megújítása az épületeknek, 5 épületről, kollégiumról beszélünk, körülbelül 10.000 négyzetméter falfelület újul meg. A mostani felújítás régóta esedékes volt, hangsúlyozta Görgényi Ernő polgármester. A városban nagy gondot fordítanak arra, hogy megfelelő körülmények között folyjon az oktató-nevelő munka. A kollégiumba költözéshez mindenképpen kell egy kis bátorság is. Az pedig a minimum, hogy egy település az ilyen bátor fiataloknak igyekszik a lehető legjobb körülményeket biztosítani, hiszen számukra a családi otthon helyett ez lesz az új választott gyulai otthonk. Görgényi Ernő bejelentette, polgármesteri keretből támogatást nyújt egy koleszbulihoz, amivel a fiatalok megünnepelhetik az épület megújulását. A tavalyi 50-hez képest idén 70 környékbeli kézműves és termelő mutatta be portékáit a második alkalommal életre hívott megyenapon. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, valamint erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. Számos kulturális és gyermekprogram várta az érdeklődőket a megye legnagyobb kézműves vásárára és termelői piacára szombaton Békés Csabán. A tavalyi 50-hez képest idén 70 környékbeli kézműves és termelő mutatta be portékáit. Itt a megyei értéktárban felelhető tételek 29 külön faházban voltak láthatók. Minden vásárba kijárunk mostanában, amire tehetjük, amivel az Egyesület meghív minket. Hát különböző féle termékekkel érkeztünk, főzőedényekkel, meg használati termékekkel többnyire. Dísztárgyat nem igazán csinálunk. Az első megyenaphoz képest újdonságokat is tartogatott az idei program. Több mesterség bemutatóval várták a közönséget. Bőrműves, fazekas hímző mutatta be mestersége rejtelmeit, valamint volt mézes kalács sütés és díszítés is a nap folyamán. A méz szükséges hozzá, és én 5 adagot szoktam egyszerre összeállítani, reggel hozzáfogok, azt egy napot pihentetem, reggel hozzáfogok a sütéshöz, és délután 4-5-ig egyfajtában húzom, nyújtom, csinálom. Tavaly Székelyföld volt az esemény díszvendége, idén pedig Nagy Szalonta. Ebből az alkalomból egy Arany János kiállítást mutattak be. Arany balladáit, a toldit, toldi estéje, toldi szerelme, mindenki számára, aki csak tanulta, valamit mond. Azt hiszem, hogy Arany szavai és üzenetei a mai kornak is megfelelnek, és a buzdításra, tenni akarásra
késztetik a nemzetet. A rendezvény célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, valamint erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. Az esemény középpontjában a nemzetiségek kultúrája, a megyei és települési értékek álltak. Elsődleges célunk az volt, hogy megmutassuk saját magunknak azokat az értékeket, amelyekkel rendelkezünk, hogy rá tudjanak csodálkozni a Békés megyéiek arra, hogy mennyi kincs van ebben a megyében, megismerjék egymást a megyében élő nemzetiségek, különböző tájegységek lakói. A másodlagos célunk az volt, hogy ezeket a kincseket, a megyei értékeket, amelyek most nem csak a szűken vett megyei értéktárba tartozó értékek, ezeket megmutassuk a világnak. Megmutassuk a Békés megyébe érkezőknek, megmutassuk azoknak, akik itt töltik a szabadságukat, hiszen várjuk az itt nyaralókat is. És a harmadsorban pedig az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan alkalmat, egy olyan napot, ami a megyei összetartozás ünnepe tud lenni. A nagy érdeklődés miatt jövőre helyben és időben is bővíteni szeretnék a megye napot. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a Magvető iskola tanévnyitója. A református általános iskolában 31. osztályos kisdiák kezdi meg tanulmányait a 2017-18-as tanévben. Vasárnap délelőtt rendezték a Magvető iskola tanévnyitóját. Nagyon jól éreztem magam a nyári szünetben, de vártam az iskolát. Sokat gondoltam az osztálytársaimra, a tanítónénikre és a játékos tanulásra. Az elsősök ebben az évben is a nyolcadikosokkal mentek be a templomba. Az iskolánkban van egy nagyon szép hagyomány, hogy az elsősök kísérik be a nyolcadikosokat, és annak idején engem a nővérem kísért be, és most én kísérhetem be a húgomat. Barát János lelkipásztor hangsúlyozta, vannak, akik azt tartják jónak, hogyha a gyermeknek mindent megengednek. Ezzel szemben a gyermekeket igenis nevelni kell, már csak saját érdekükben is. Gyönyörű szép, amikor egy növény burjánzik, és amikor a természet burjánzik, de azért kultúrendelként mégiscsak futó környezetben szeretnénk lakni. Gyönyörű szép az ügyselt, hogy mindenféle növényzetére, csak az ember számára azért mégiscsak élhetetlen. A tanévnyitón új pedagógust köszöntöttek, illetve az elsősök hivatalosan is magvetősökké váltak. Új pedagógusunknak, Nagy Nikolettnek a fogadalmi beszédét hallgathattuk meg. 31. osztályos tanulónak tűzhettük fel iskolánk jelvényét, melyel hivatalosan is magvetős diákokká fogadtuk őket. Hétfőn már minden gyulai iskolában megkezdődött a tanítás. 11 csapat részvételével rendeztek sírásó versenyt a gyulai óreformátus temetőben. A megmérettetéssel a szakma nehézségeire is felkívánták hívni a figyelmet a szervezők. 1, 2, rajt! Alpolgármesteri vezényszóra kezdődött meg a gyulai óreformátus temetőben a második országos sírású verseny 11 csapat részvételével. A megmérettetésre az ország minden részéből érkeztek versenyzők. Volt olyan résztvevő, aki már közel 50 éve végzi ezt a munkát, amiben nem is a fizikai rész a legnehezebb. Ez a sírásás a legnehezebb, pláne télen. Nyáron még könnyebben elmegy, de meg legjobban a visszatemetés, ugye mikor ott sírnak az ember körül, meg én ezt érzem legnehezebbnek, ezt nem lehet megszokni soha. A versenyt szigorú szempontok szerint bonyolították le, egy 2 méter hosszú, 1,6 méter mély és 80 cm széles sírhelyet kellett kiásni, amire 2 óra állt rendelkezésre. A zsűri több szempont alapján hozta meg döntését, a sírhely kiásása után egy kaloda segítségével ellenőrizték le, hogy megfelelő méretű lett-e a gödör. Amennyiben megakad a kaloda mondjuk 1 méteren, az 1 méter 60-nál, egyértelműen a kaloda tetejétől lesz mérve a talaj szintig, az fog beleszámítani ebbe a eredménybe. Nyilván van itt ez a méret, az idő az befolyásolja nyilván, hogy mennyi idő alatt végzett az illető a sírkiásással, ezen kívül, hogy a mérete megfelelő, viszont az esztétika, ne legyen görbe a sírnak az oldala, egyenes legyen, szabályos legyen, tehát ez nagyon befolyásolja. A szokatlan megmérettetésnek fontos célja volt ráirányítani a figyelmet a sírásokra, akik télen-nyáron szélsőséges körülmények között végzik ezt a nehéz munkát úgy, hogy még az előítéletekkel és a tévhitekkel is meg kell küzdeniük. Az elmúlt időszakban, 10-15 éve ezelőtt az volt Magyarországra jellemző, hogy azok mentek el sírásónak, akik már máshol szinte nem tudtak munkát találni. Gumicsizmában, munkásruhában itt a személyek dolgoztak.
de az elmúlt 10-15 évben megváltozott, és külön szakma már tulajdonképpen ez a sírásás, de ezeknek az embereknek tulajdonképpen nincs értékelve a munkájuk, a becsületességük, és próbáltuk azt, hogy ez mindenféleképpen emelkedjen. A verseny végén a csapatoknak 15 perc állt rendelkezésre a sírhely visszahantolásához. A második országos sírású versenyt a Csongrád megyei temetkezési Kft. Csapata nyerte. Embercsempész és büntet miatt kezdeményezte három szegedi férfi előzetes letartóztatását a Gyulai járási és nyomozó ügyészség. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a gyanúsítottak 2017. március hónaptól kezdődően egy szervezetten működő embercsempész banda tagjaiként végeztek külföldi személyek határon történő átcsempészését és ezután Németországba szállítását. A Békéscsabai járásbíróság nyomozási bírója mindhárom gyanúsított előzetes letartóztatását 30 napra elrendelte. A témában további részleteket honlapunkon olvashatnak. Vége a nyári szünetnek, a legtöbb gyulai iskolában már csütörtökön megtartották az évnyitót. Rövid hírek következnek. Biztosan régóta számolgattátok, hányszor kell még felkelni, mire kezdődik az iskola. Az ötödik osztályosok köszöntötték az első évfolyamot kezdő kisdiákokat a Dürer iskola tanévnyitóján csütörtökön délután. Tanítóitok keze fog kísérni a világot felfedező úton, a játékos tanulásban. Az intézmény vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a Düreres kitűző viselésével a nebulók egy olyan közösség tagjaivá válnak, ahol a következő években a pedagógusok bevezetik őket a betűk és számok világába. A Nikolaj Bölcseszku iskolában Ceglidiné Górzó Mária igazgatónő köszöntötte az intézmény 422 diákját. A román nemzetiségi iskola első évfolyamában 27-en, a gimnázium 9. évfolyamában pedig 45-en kezdik meg a tanulmányaikat ősszel. Az évnyitón részt vett a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes is, aki elmondta, hogy hazánk lakosságának közel 10%-a nemzetiségi származású, és az ő identitásuk megőrzése érdekében fontosak az ilyen oktatási intézmények. Tankerületi központ 4 gyulai általános iskolájában összesen 144 első osztályos diák kezdi meg tanulmányait a 2017-2018-as tanévben. Az idei tanév 180 tanítási napból áll, az őszi szünet október 30-ától november 3-áig fog tartani. A nemzeti színű szalag átvágásával pénteken megnyílt Füzesgyarmaton a szeghami járási terület új kormányablaka. A városban korábban működött ugyan okmányiroda, de ezzel a 4 munkaállomásos kormányablakkal nem csak a helyi, hanem a környékbeli lakosok ügyintézése is hatékonyabbá válik. Szeghalom és Vésztő után ez már a 3. kormányablak a térségben, melyet a polgármesteri hivatalban alakítottak ki. Az ügyfelek egy-két speciális ügytől eltekintve mindent egy helyen tudnak elintézni. A megyében ez már a 14. kormányablak, a Békés megyei kormányhivatal 5 millió forinttal járult hozzá az informatikai eszközök beszerzéséhez. A kormányablak a hét minden munkanapján várja az ügyfeleket, heti 30 órában 4 ügyintéző áll a rendelkezésre 4 munkaállomáson, 3 helyen okmányirodai, egy helyen egyéb ügyek intézhetők. Bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel. Vona Gábor, Jobbik elnök közelmúltban nagy nyilvánosságot kapott a nyugdíjasokról szóló írásából idézett péntek délelőtt Kovács József országgyűlési képviselő. A gyulai sajtótájékoztatón a fideszes politikus kiemelte, egyik társadalmi réteggel kapcsolatban sem tartja megengedhetőnek az ilyen beszédet, és ez különösen igaz a 20. században nehéz időket megélt nyugdíjasokkal kapcsolatban. Emlékeztetett, először különböző nyugdíjas szervezetek kapták fel a fejüket a jobbikos vezető Facebookos bejegyzésére, aztán a sajtó is sokat foglalkozott az üggyel. Kovács József azt kérte, reagáljon a Jobbik az elhangzottakra, és ha már a pártelnök nem tette meg ezt, tegyék meg a párt helyi vezetői. Én visszautasítom azt, hogy Vona Gábor a nyugdíjasokat megsértette volna. Végig kell pontosan olvasni, mit mondott Vona Gábor, mondta a Gyula TV-nek a szintén pénteki más témában megtartott fürdővárosi sajtótájékoztatón Dévényi Dabrowski Géza, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. Gyulai jobbikosok azt mondták, Vona Gábor nem a nyugdíjas társadalmat sértette meg, ők szívükön viselik az idősek sorsát. Uram,
van. Gyulán is elkezdte az aláírásgyűjtést a Bérunió bevezetése érdekében a Jobbik helyi szervezete. A péntek reggel a piac bejáratánál megtartott sajtótájékoztatón Dévényi Dabrowski Géza elmondta, a kezdeményezés célja az, hogy az Európai Unió alapokmányába bekerüljön az az elv, miszerint ugyanazért a munkáért az Unió minden országában egyenlő bért kapjanak a dolgozók. A párt szerint ezzel a lépéssel lehet megakadályozni a fiatalok nyugatra vándorlását, valamint országon belül is csökkennének az egyenlőtlenségek a különböző fejlettségi szintű területek között. A Bérunióról Európai Uniós népszavazást írnak ki, amennyiben 8 közép-kelet-európai országban egy éven belül sikerül 1 millió aláírást összegyűjteni. A kezdeményezést a Jobbik helyi irodájában, valamint piaci napokon a piac bejáratánál felállított standnál lehet támogatni. Komoly anyagi nehézségekkel szembesülhetünk idős korunkban, ha nem kezdünk el még az aktív éveink alatt rendszeresen, akár kis összegeket félretenni a nyugdíjas éveinkre. Erre ma már számos lehetőség nyílik. Ma már számos lehetőség nyílik, ha valaki gondoskodni szeretne nyugdíjas éveiről. Ön odafigyel erre? Én mindenre odafigyelek, mint ahogy látszik is első-hátsó világításom van. Hátul a prizma úgy tudom, hogy egy, elől kettő, és nagyon szeretem, ha a biciklim rendben van, és biztonságban érzem így magamat. Teljes mértékben. Rendszeresen ellenőrzik, hogy odafigyel? Igen, persze. Miért tartja fontosnak ezt? Hát azért, mert... Egyrészt azért, hogy én is látható legyek, én is lássak, a másik az, hogy a harmadik meg, hogy ne büntessenek meg. Semmi probléma nincs, én ezt azért tudom mondani konkrétan, mert járok ide külföldre elég sűrűn. Ez azt jelenti, hogy reggel, este kimegyek, hajnalban meg korán reggel visszajök, és tehát soha nem szóltak semmit, hogy valami probléma van a biciklimmel. De ön is odafigyel, hogy minden rendben legyen, világítás, ilyesmi? Természetes, ez az én érdekem, nem az, hogy a rendőr engem ne büntessen meg, mit tudom én, 5000-re vagy 10, teljesen mindegy. Én maradjak életbe. Ez az én véleményem. Önkormányzati kölcsönt adnak az első lakáshoz Békés Csabán. Lapszemle következik. Elismerés a helytállásért. Köszönet és elismerés járt annak a 10 embernek, aki kiemelkedően teljesítettek a város sújtóviharkárok felszámolásában, írta az Orosz Café. A nyáron két nagy felhőszakadás is elérte Orosházát. Először június 23-án, majd legutóbb augusztus 6-án érkezett és pusztított hatalmas jégeső és orkán erejű szél. Az egész városban kidőlt fákat és leszakadt vezetékeket hagyott maga után a vihar. Adomány Kárpátaljára. Új fürdőszobát kapott a Beregszászi Gyermekkórház a Katolikus Caritas jóvoltából, írta a Magyar Kurír. A segélyszervezet Kárpátaljai Kórház missziós programja keretében számos alkalommal segítette már a határon túli egészségügyi intézményeket, ezáltal az orvosi ellátás javítását. Önkormányzati kölcsön az első lakáshoz. Kamatmentes kölcsön támogatási pályázatot hirdett Békés Csaba önkormányzata az első lakás megszerzéséhez, építéséhez vagy a szükséges telek megvásárlásához, közölte a Behír. A kölcsönösszege kettő, illetve több gyermekes családok esetében 1.300.000 forint, más esetben 1 millió forint. Megszületett az első győzelem. A Pécs elleni gyulai sikerrel megszerezte első NB1-es győzelmét a Grosics Akadémia U15-ös csapata, írta a klub honlapja. Takács László tanítványai az első fordulóban Székesfehérváron kaptak ki a Videotontól, majd szombaton Tóth Bence és Nagy Roland góljaival 2-1-re verték a PMFC-t. Élénk szél és hűvös idő vár ránk kedden, eső viszont nem valószínű. Szerdán már több órás napsütésre számíthatunk, melyet felhősödések zavarnak meg. Kedden délelőtt döntően napos idő várható. Délután viszont északkelet felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem hullik, kissé élénk északnyugati szél fúj. Éjszakára csökken a felhőzet, és a légmozgás is mérséklődik. Hideg lesz a hajnal. Éjszaka 8, nappal 22 fokos csúcsra számíthatunk. Szerdán több-kevesebb napsütés várható, de főként délután újra meg újra megnövekszik a felhőzet. Elszórtan esők, záporok is kialakulnak. Egy-egy zivatar sem kizárt. Enyhülő, de még hűvös időre van kilátás. A hőmérséklet 11 és 25 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Jelentős megtakarítás. Vasárnap átadták az Erkel Ferenc gimnázium felújított kollégiumát. Békés megye értékei. 70 kézműves és termelő kínálta portékáját az idei megyenapon. 30 első osztályos. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a magvető iskola tanévnyitója. Figyelem a szakmának. 11 csapat részvételével rendeztek sírású versenyt Gyulán. Szervezetten működtek. Embercsempészés miatt rendelték el 3 férfi előzetes letartóztatását. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a Spiritus következik, majd a pódiumot láthatják. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!